Üdvözlöm Önöket! A Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválján mutatták be Újvidéken a Jancsi és Juliska című előadást a Szabadkai Gyermekszínház vendégszereplésében. Az előadásra Újvidékről és a környékbeli településekről is érkeztek gyerekek. Teltházas közönség fogadta a Szabadkai Gyermekszínház Jancsi és Juliska című mesejátékát az Újvidéki Színház nagy termében. Az előadásra Újvidékről és a környékbeli településekről is érkeztek az óvodások és a kisiskolások. Nagyon tetszett, ahogy a színészek egyszerűen bábukkal játszották le az egészet, és semmi különös jelmez, meg minden. Érdekes volt az a rész, amikor a boszorkány a házat mozgatta, és ették a házikot. A legnagyobb reakciókat a boszorkány jelenléte váltotta ki a gyerekekből, akik Jancsinak és Juliskának szurkoltak. Nagyon hálás vagyok neked, jó asszony! Én a Jancsinak és a Juliskának. Miért? Azért, mert nem szeretem, hogy a gyerekek egyedül maradnak a erdőbe, hanem azért, hogyha vigyázz magára mindenki, és a saját otthonába marad. A Jancsi és Juliska a világ egyik legismertebb meséje. A történet ezen feldolgozása ugyan több ponton is eltér az eredeti mese szerkezetétől, mégis hű marad a testvérpár izgalmas történetéhez. Ebben az esetben egy nagyon érdekes dramatizációval találkoztunk, mégpedig azzal, hogy mi tündérek vagyunk, tehát egy varázserdő tündérei, akik egyébként néha szórakozásból eljátszanak egymás között egy-két mesét, és most is ez történik, de előtte viszont egy nagyon nagy buli volt, tehát ezért van a nagy cirkusz a színpadon. Összepakolunk, és akkor itt a közönség, akkor elkezdjük mesélni a mi történetünket, ebben az esetben a Jancsit és a Juliskát. Ez abban különbözik a megszokott klasszikus Jancsi és Juliskától, hogy nincs egy mostoha, tehát nincs külön még egy szereplő, hanem itt a rendező azt szerette volna, és itt jön a maiság, hogy a mai társadalom hogyan tud kihatni az emberek gondolkodására? Lehet, hogy valaki jó, lehet, hogy valaki pozitív, de a sok negatívum már olyan hatással van rá, hogy ő maga is olyanná változik, és nem veszi észre, hogy mi minden kárt okoz ezáltal a saját családjában. A színészek főleg a saját környezetükből merítettek ihletet a karakterek felépítéséhez. Én nagynéni vagyok, és van egy 3,5 éves unokahúgom, meg van egy 1,5 éves kis unokaöcsém. Én elég sokat merítettem belőlük, tehát nagyon sokszor, amikor egymás mellett voltunk, tehát a kolléganővel, vagy a Jancsi és Juliska, sokszor őket láttam magam előtt, tehát, hogy mint a két testvér. Tehát nem a saját gyermekkori élményemből merítettem, mert ugye nekem is van egy öcsém, hanem őket láttam, és ahogyan egymáshoz viszonyulnak, ahogyan szeretik egymást, na igaz, néha egy picit tudnak csintalanok is lenni, durvák egymáshoz, de inkább a szeretetet vettem le tőlük. Ennek az előadásnak az az üzenete, hogy ha bármikor bármi rossz is történik velünk, akkor nem kell feladni, és hogyha nem is vesszük észre abban az adott pillanatban, hogy mi történik velünk, de ha a környezet hat ránk pozitívan, akkor térjünk vissza arra az útra. Tehát, hogy minden rossznak a vége jó. A boszorkány karakterét ez alkalommal a gonosz némber helyett inkább egy vicces karikatúraként szerették volna megeleveníteni, mondta el Kocsis Endre színész. Én nagyon meglepődtem, amikor
rám ruházták, illetve nekem adták a boszorka szerepét, és így rá is lepődtem, hogy... De hát nyilván ez a rendezőnek a koncepciója volt. Sokat próbálkoztam vele, amíg megjött ez a karakter, ugye a boszorkány, mert ugye a boszorkány az egy nő. Na és akkor itt kellett egy kicsit elvonatkoztatni, hogy legyen is nő, de ne is legyen nő, de ne is legyen annyira gonosz, mint... Tehát egy kicsikét ezt a karaktert nem akartuk annyira horrorisztikus, annyira gonosszá varázsolni, inkább egy kicsikét mentünk a kifigurázás karikatúra felé, tehát onnan, hogy egy férfi játszik nőt, és akkor ebbe fűztük bele azt, hogy inkább egy kicsikét kifigurázzuk ezt a boszorkát. Kocsis Endre szerint a gyerekek számára fontosak az élmények, amelyeket a színházban tapasztalnak. A gyerekekről azt kell tudni, hogy nagyon nagy képzelő erőjük van. Amikor mesét olvasunk nekik, akkor nekik az ők is fejükben van egy világ, és akkor azt mi nem látjuk, hogy akkor ők ezt hogy képzelték el. És szerintem azért kell őket vinni, hozni színházba, hogy lássák, hogy van ilyen is. Illetve, hogy szerencséjük van, és meg tudnak nézni többféle Jancsi és Juliskát, akkor az megint csak jó, mert akkor van ilyen is, meg olyan is, és akkor összetudnak, tehát tudnak, tapasztalatokat tudnak gyűjteni ezekből a különböző előadásokból. És kitárod az ajtaját, és bekukkant az A Szabadkai Gyermekszínház izgalmas és eseménydús mesejátéka leginkább arra szeretné emlékeztetni a nézőket, hogy a gonosz tudatlanságból és félelemből születik. A jó szívűség és a szeretet azonban minden félelemnél, bajnál és gonoszságnál erősebb. A darabot Todor Valov bolgár rendező állította színpadra. A Picasso kalandjai után Edwin Liverich horvátországi rendező ismét a Szabadkai Népszínház magyar társulatával dolgozott. A spanyol festő után most egy kortárs spanyol írónő, Elvira Lindó csak egy szóval mond című regényét ültették színpadra. Eltakarom a ruhájával. Na, jó lesz. A darab két 40-es éveiben járó barátnő arcképe, akik gyerekkoruk óta ismerik egymást, és bizonyos értelemben tanulja egymás életének. Maga a történet is bontja ki ezeket a furcsa sorsokat. Tehát ezek a sorsok hogyan hatnak rájuk, hogyan alapul emiatt a jövőjük, az életük, hogyan hoznak döntéseket, és hogyan próbálnak meg mindenféle kényszerítő körülmény hatására mégiscsak pozitívan kikerülni mindenből. Itt van persze a férfi, az kihagyhatatlan egy ilyen történetben. Csabának szerencsés helyzete van, mert több figurát is játszhat egyszerre, négyet azt hiszem, még sőt ötöt is, úgyhogy azt gondolom, hogy minden szempontból nekünk hármunknak ez egy nagyon hálás és előadás, és már most is szeretjük, bár most kicsit izgulunk, és most féltjük ezt a kis gyöngyszemet. Vagyok egyszer a főhősnőnek a testvére, a lány testvére, a húga, aztán egy anya szerep is az enyém, aztán a pap, a pszichiáter, egy kicsit rendőr, és utána a morsza, a főhősnőnek, a Rosáriónak a szeretője, tehát barátja. Ez érdekes egyébként, de persze, hogy vannak különbségek, egyébként mondjuk ez mindig kihívás a színésznek. Azt gondolom, minden színésznek, hogy több karaktert el tud játszani egy előadáson belül, de egyébként meg itt annyira közel vagyunk a nézőköz, meg együtt élünk, hogy nem lesz nagy elrajzolás egyébként a karakternek, csak egy pici finom dolgokkal dolgozunk. A világban már az öngyilkossággal sem tudok szabadulni tőled. Elkezdtél dolgozni az Edwinnel a Picasso kalandjain, azt nem fejezted be. Most itt elkezdtél dolgozni vele másodszor, ezt be is fejezted, milyen volt a munkafolyamat? Hát remélem, hogy befejezem, ugyanis még itt van a ma este, meg a holnap este előttünk.
Jó volt, mindkét munkafolyamat jó volt. Azzal, hogy a Picasso-ba éppen mire belelendültünk volna a munkában, nekem szerintem az utolsó héten lett volna tulajdonképpen feladatom, vagy nagy munkám, akkor a sérültem le, és ezt Hermina vette át, milyen érdekes. Itt viszont végig dolgoztunk, de már akkor is kialakult egy nagyon kellemes baráti légkör, egy nagyon jó kollegális kapcsolat, úgyhogy ezt már csak folytatni kellett. A rendező és a társulatvezető Gyarmati Kata közös koncepciója volt, hogy az előadást kiemeljék a színpadról, és egy olyan térbe helyezzék, ahol kiterjeszthetik a játékteret az egész helységre. Pisano je dakle prvenstveno kao roman, a ne kao dramski tekst. Kata je to fantastično dramatizirala i mi smo odmah počeli od početka razgovarati kako bi bilo da zapravo to ne postavljamo u klasičnoj kazališnoj crnoj kutiji, nego da uđemo negdje u grad, da uđemo u nekakav ono što se zove site specific, odnosno teatar na lokaciji. Szeretett volna a színház egy kicsit kifelé, és azt hiszem, hogy ez a darab ez egy olyan történetet dolgoz fel, aminek ez a fajta intimitás nagyon-nagyon megfelel, és arra gondoltunk, hogy amennyiben megteremtjük neki ezeket a fizikai körülményeket, akkor egy egészen különleges hangulatú előadást kaphatunk. Én azt gondolom, hogy jó tesz, hogyha néha a színház kimozdul a fekete dobozból, ami ugye az ismérve a színháznak. Ezeket a határokat próbáljuk, mint most ezzel az előadással egy kicsit kitágítani, hogy egy olyan térben, ahol nagyon közel van a néző, nagyon intim a környezet, otthonos a légkör, hogy itt tudjon megszületni ez a nagyon emberséges történet. A kortárs spanyol írónő Elvira Lindó regényének színpadi adaptációját Gyarmati Kata írta. Szereplők Gérdei Hermina, Körmöci Petronella és Rabowski Csaba. Nem kell túl dramatizálni az elmezadat. Az igazsággal való szembesülést és az ezt beárnyékoló tépelődést járja körbe az Újvidéki Színház legújabb, a Kis Magyar Pornográfia című előadása, amelyet Eszterházy Péter művei ihlettek. Barátok, barátnék, családi barátok! Az új könyvben megjelenését ünnepeljük. A könyv különben a családodról szól, a család történetemről. Majdnem. Vajon hogyan lehet feldolgozni azt, ha egy nap ráébredünk, hogy a valóság teljesen mást akar, mint amit és amiben hittünk? A Kis Magyar Pornográfia nehéz feladat elé állítja a nézőket, akiket a narrátor szerepében Sirmer Zoltán invitál be a történetbe. Az érzésekre próbálkoztunk hagyatkozni, tehát hogy aztán szerintem tehát az érzésekből jött a karakter. Tehát hogy milyen érzés lehet az, amikor megtudod, hogy apád ügynök, előtte pedig írsz egy 800 oldalas regényt, és isteníted, hogy a család, az apa, a te apa, az én apám, hogy milyen jó ember volt. És miután ezt megtudod, akkor mindent gyakorlatilag át kell értékelni. És ezeket a pillanatokat kerestük, hogy hol van az, amikor szereti, hol van az, amikor nem szereti, hol van az, amikor szurkol neki, hol van az, amikor gyűlöli. És hát ugye erre sok lehetőség van ugye az előadás alatt, hogy ezeket az ő vergődéseit, valahogy ezt átadni. A történet során Sirmer Zoltán karakterének emberi kétségek sorozatán kell átesnie. Egész életét kell felülvizsgálnia, újraértelmeznie. A közönség szemei előtt papírtömegek hullanak, szekrények és íróasztalok közlekednek, a múlt és a jelen dimenziói, valós és hamis világok keverednek.
Az előadás végső formája szinte az utolsó pillanatokban állt össze egészé. Két héttel, egy héttel, vagyis a most mai főpróbáig kaptam szövegeket, tettük át, mert volt idő, hál' Istennek. Volt időnk, és ő is, amikor sokszor nézte, hogy egybe lementünk, akkor látta, hogy na most ide még kéne egy pici, ide ez az. Az elején nagyon sokat improvizáltunk. Tehát ilyen helyzetgyakorlatok, azt hiszem, egy hétig, két hétig csináltuk. És akkor ő, és akkor például azt játszottuk, hogy fogtuk a darabot, végigmentünk rajta, úgyhogy jó, akkor ez a jelenet, ezt most te rendezed. Akit akarsz, ahogy akarod. És akkor hát ezekből az ötletekből ő hozzátette a rendező magáit, mi, és akkor ez nagyon egy közös munka volt. A darab nem egy lineáris történetet mutat be, a dolgok inkább mozaikszerűen válnak egységessé, és rámutatnak arra, hogy az események valójában nincsenek időhöz kötve. Ugyanezen szituációk és érzelmek tükröződnek vissza a mai társadalomban is. Az apa szerepét Balázs Áron alakítja. Egyrészt arra igyekeztem odafigyelni, hogy tehát semmiképpen ne próbáljak, vagyis hogy a maga az apa figurája ne próbáljon meg idő előtt elnézést kérni, hogy is mondanám, tehát a közönséget a maga oldalára állítani semmiféleképpen, tehát inkább a közönség döntse el végül is, hogy ez az ember milyen lehetett. Én persze megvan a saját igazságom, vagy inkább az apa igazság, amit megpróbálok végigvinni az előadáson, az egy másik dolog, de inkább a nézőkre bízom az ítélkezést, vagy az ítéletet. A kis magyar pornográfia könnyen lehetne kis szerb, kis európai, vagy akár kis világi pornográfia is, véli Nikita Milivojevics, a darab rendezője. Az előadást végig kísérő sejtelmes zene és a kifinomult kosztümvilág is megtéveszthetetlenül az ő ízlését tükrözi. Redko me neki naslov tako inspirisao kao ovaj od početka. Plašio sam se samo da li ću moći ispod tog šešira da sve stavim ono što bih želeo. A radi se uglavnom o toj neverovatnoj manipulaciji istinom pre svega. Jeli, glavni junak otkriva nešto krajnje, užasno u svojoj porodici i shvati da ceo život je bio falsifikat. Da ono što vidimo nije tako i da istina uvijek negdje ispod površine. Mislim da je to suština ove priče i da u onome kako inače živimo i kako ovaj svet funkcioniše ima nešto užasno licemerno i pornografski, bizarno. Tako da jako mi je drago da sam se bavio ovim materijalom koji samo na izgled je iz nekog perioda komunističke Mađarske, a u stvari vidite da je to ono što živimo i danas. Vajon a megtisztuláshoz vezető út a megbocsátás? Teszi fel a kérdést Nikita Milivojevics. A közönség pedig saját maga döntheti ezt el. A kis magyar pornográfia az Újvidéki Színház idei évadának 5. premierje.
Ennyi volt az e heti kulturális tartalom, jövő héten ismét várom Önöket. Viszontlátásra!